Sziasztok, köszöntök mindenkit! Elmúlt a foci EB, győzött az olasz futball. Egy hónapra vagyunk még a következő futballidénytől, úgyhogy most itt pihenünk, nézegetjük az átigazolási plegykákat, és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk magunkkal, mert futballmérkőzés nincsen. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a következő néhány hétben, amíg rápihenhetünk a foci szezonra, csináljunk valamit, ami megint csak a focival kapcsolatos, mondjuk olvassunk el egy nagyon-nagyon jó foci könyvet. Néhány héttel ezelőtt a partvonal kiadó keresett meg engem, hogy lenne-e kedvem elolvasni pár nap alatt egy könyvet, és aztán részt venni egy könyvbemutatón, egy beszélgetésen a könyv szerkesztőjével, valamint Simon Zolival, az mb1.hu főszerkesztőjével. Megnéztem, hogy mi ez a könyv, és rájöttem, hogy ha van labdarúgó, akinek a sorsára, az életére, a pályafutására én nagyon kíváncsi vagyok, de nagyon keveset láttam őt élőben játszani, az éppen ez az ember. Úgyhogy igent mondtam a felkérésre akkor, amikor ez a Maradona könyv szóba került. Ha valamiért sajnáltam, hogy az én futball imádatom viszonylag későn, 12 éves koromban, az 1994-es VB-n alakult ki, az éppen Diego Armando Maradona játéka. Mert Láttam még azon a világbajnokságon, de csak egy mérkőzésen a görögök elleni találkozón. Láttam azt a hatalmas, pókhálózós, rövid felső sarkos gólját, amire rácsodálkozott az egész világ, de már akkor sem értettem, hogy miért csodálkozunk rá jobban arra, ami ezután következett, arra a furcsa, artikulálatlan kamerába üvöltésre, ami, valljuk be, akkor még nem volt akkor a divat, mint mondjuk akár manapság. Tudtam, hogy ez a bácsi nagyon ügyes. Tudtam, hogy 34 éves, ami abban az időben nagyon-nagyon idősnek számított futballpályán, de hát azt is láttam a saját szememmel, hogy olyanokat tud, mint amit más egyáltalán nem. És aztán többet már nem láttam ezt a bácsit a tornán, mert beszedett valamit, amit nem kellett volna beszedni. Maradónát tehát egy nagyon-nagyon rövid időre, egy meccs erejéig láttam 1994-ben, és aztán hosszú-hosszú ideig ennyi volt. Egészen addig, amíg különböző internetes oldalakon, elsősorban a YouTube-on el nem tudtam kezdeni feldolgozni a lemaradásomat, és megnézni olyan maradóna összefoglalókat, olyan Maradona gólokat, amelyekről korábban lemaradtam. És ahogy ezeket néztem, meg most is néztem, amikor olvastam a könyvet, persze sok mindenre rájöttem vele kapcsolatban. Rájöttem például arra, hogy nem véletlen az, hogy nincs olyan labdarúgó, akinek nevével kapcsolatban az isteni hasonlat többször előkerülne. Maradona, amikor játszott, akkor szerintem nem a labda nőtt a lábához, és nem ő nőtt hozzá a labdához. Valahogy, amikor Maradonát nézem, akkor nekem mindig az az érzésem, hogy ő az egész pályával egy. Nem a labdával, a pályával. Mindent tud ami a pályán történik. És ennek nagyszerű példája az 1986-os VB angolok elleni második gólya, amikor Maradona úgy indul el, és úgy megy végig a félpályán, hogy az angolok nem tudják megállítani, pedig igazából majdnem egyenes vonalat fut. Hogy mindig tudja, hogy mikor kell megtolni a labdát, hogy mindig tudja, hogy melyik szögben kell egy picit módosítani az útját, hogy az tökéletes legyen, mintha tudná, mintha érezné, hogy a pályán rajta kívül fent lévő 21 játékos hogyan fog viselkedni, és hogy ő hogyan tudja mindegyiküket, persze főleg az ellenfél 11 ét átverni, és egy gyönyörű volt szerezni. Képzeljetek el egy játékost, aki egy lenézett dél-olasz várost, nápolyt a nagy gazdag északiak közé emelte, sőt, azok fölé azzal, hogy a nápoliból bajnokcsapatot csinált. És akit ezért annyira imádtak nápolyban, hogy az 1990-es olaszországi világbajnokság nápolyban játszott olasz-argentin mérkőzésén, olasz szurkolók Maradónát éltették. Képzeljétek el valakit, aki jobb Ronaldónál, aki jobb Messinél, és aki mindezt egy olyan korban produkálja, amelyben rászakad az üzlet, rászakad a gazdagság a sportra. Az egyik első globális sportikon válik belőle, milliókat keres, amivel nem tud mit kezdeni. És aztán ez a hihetetlen gazdagság, ez a hihetetlen jólét, az, hogy nem tudja feldolgozni azt, ami történik körülötte, a saját tehetségét, a gazdagságot, a ráakaszkodó barátoknak gondolt arcokat, ez okozza a vesztét. Igazából elkerülhetetlenül. Megkockáztatom, hogy az egész egyetemes sporttörténelem egyik legfelemelőbb, legtragikusabb és így aztán legtanulságosabb története is Diego Armando Maradona élettörténete. Ez született meg ebben a könyvben Jimmy Burns szerzeményében. Nagyon sokféle sporttartalmat fogyaszthatunk, most már legyen szó akár könyvről, filmről, sorozatról, és egy valami az elmúlt időben közös lett bennük. Ez pedig az, hogy a főhős kezenyoma egyre inkább rajta van ezeken a műveken. A főhős, mint például, hogy a filmekről beszéljünk, vagy sorozatokról, Michael Jordan a Last ben nagyon sok mindent elmesél, ugyanakkor a műből egyértelmű, hogy az ő gondolatai vannak benne, hogy az ő életének történeteit az ő szemszögéből ismerhetjük meg, ami nem mindig a legobjektívebb nézőpont. Ilyenek az önéletrajzi könyvek. Például, ugyancsak a Partvonal kiadónak van egy egyébként rendkívül szórakoztató könyve, amiről nem gondolom, hogy azt hittétek, hogy nincsen meg nekem. Ez Francesco Totti és Paolo Kondo közös könyve a Kapitány címmel, Totti életéről, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó félgút könyv. Mert Tottiban van önirónia a pályafutásáról tud őszintén, önironikusan beszélni, és így aztán egy vicces és kedves könyv született kettejük tollából. Nem hiszem, hogy azt gondoltátok, hogy nincs meg kétszer. Ez a könyv egy picit más. Jimmy Burns könyve ugyanis Maradona tudtával, de közreműködése nélkül készült. A szerző Jimmy Burns egy Madridban született brit újságíró, aki úgy döntött, hogy ír egy könyvet a futball egyik legendájáról. Végig követte őt Buenos Airesből indulva, Barcelonán, Nápolyon, Oxfordon át Párizsig, rengeteg-rengeteg hozzá közel álló személlyel beszélt róla, majd leírt mindent, amit látott, hallott és érzett Maradónával kapcsolatban. És az érzések nagyon-nagyon fontosak ebben a könyvben. A könyv ugyanis a Maradona iránt érzett feltétlen tisztelet és szeretet, és az újságírói profizmus hihetetlen elegyéből áll össze. Burns minden egyes ponton, ahol meg lehet énekelni Maradona nagyságát, ezt megteszi, és minden egyes ponton, ahol kritizálni kell Maradonát, ezt szintén megteszi, de valami szörnyű, egészen elképesztő fájdalommal, mert tudja, hogy nincs más választása, mint a rossz dolgokat, és leírni a bálványról, akit nagyon szeret. A könyv első 25 oldala egy különös előszó, melyben a szerző éppen arról ír, hogy mennyi ellenséget szerzett magának Argentinában azzal, hogy megírta Maradónáról ezt a könyvet. Hogy reszket, amikor legközelebb Argentinába repül. És reszket, amikor úgy dönt, hogy találkozik Maradónával, és átad neki egy példányt az elkészült könyvből. Hogy mi történik a találkozón, azt természetesen nem lövöm le, de nektek sem kell rá sokat várni, hiszen az első 25 oldalból ez már kiderül, és egyébként hihetetlen, de a könyv egyik, legjobb része, az egyik legmagasabb pontja, az egyik csúcspontja a könyvnek, ez az első 25 oldal, amikor Jimmy Burns, az író, a saját vívódását írja le. Gondoljatok bele, hogy mennyire lehet jó az a könyv, amit azért veszel a kezedbe, hogy Maradónáról olvassá benne, majd az író meglep azzal, hogy az első 25 oldalon saját magáról és az ő motivációjáról ír, hogy miért írta meg ezt a könyvet, mégis pokolian élvezed minden egyes betűjét. A könyv másik erénye, hogy nagyon sok hibát nem követel. Ez a könyv nem Wikipedia szócik, amit az biztosít, hogy az író a szerző bátran beleviszi az érzelmeit mind a 300 plusz oldalba. Emellett a könyv nem statisztika halmaz, hiszen Egyetlen egy adatról sem száraz tényként, száraz számként ír, minden, amit leír adatként, annak helye van a könyvben, és semmit nem ír le, ami teljesen felesleges információ lenne, hogy ne zökkentsen ki bennünket abból, hogy Maradona élettörténetéről ír ez a könyv. Nem száraz, nem érzelemmentes, és végtelenül őszinte. És ez a végtelen és fájdalmas őszinteség főleg akkor mutatkozik meg, amikor Maradona életének. Utolsó korszakáról ír. Fontos azonban tudni, hogy ez a könyv 2010-ben került publikálásra angol nyelven, tehát még Maradona életében íródott. És ez is fontos erénye a könyvnek. Fontos erénye a könyvnek, hogy Maradona életében íródott, mert nem változtatja meg a szerző gondolkodásmódját Maradónáról. Amilyen erős érzelmek a mű alapján fűzték Jimmy burns Maradónához, biztos vagyok benne, hogy egész mondatokat, bekezdéseket, talán történeteket máshogy fogalmazott volna meg, hogyha Maradona halála után írta volna ezt a könyvet. Ha 40 év fölött vagy, és sokat láttál, hallottál Maradónáról aktív pályafutása során, akkor téged nem kell meggyőzzelek, hogy miért jó ez a könyv. Ha 40 alatt vagy, és úgy vagy vele, mint én, hogy egy picit többet láttad Maradónát a tévében leépülve, mint kiismerhetetlen csel sorozatok közben, akkor azért ajánlom. Ha pedig bármelyik korosztályhoz tartozol, és szeretnél megismerni egy fantasztikus, de tragikus élettörténetet, akkor szintén neked való Jimmy Burns Maradóna című könyve. Szerintem ez egy fantasztikus olvasmány, nálam 5-ből öt. Ha megjött a kedved hozzá, hogy elolvasd, akkor a leírásban megtalálod a kiadó linkjét, ahol be is szerezheted magadnak ezt a nyári olvasmányt. Köszönöm, hogy itt voltatok, jó nyarat, jó olvasást, szevasztok!